2044 ősszel kezdődhet a közbeszerzési eljárás. Palackba zárt összefogás, a szilvanapokon mutatkozik be a szarvasi szilvapálinka. Készülnek a szépségek, jövő héten derül ki, ki kapja a koronát. Jó estét kívánok, a 7.tv híradóját látják. Kiadta az építési engedélyt az M44 gyorsforgalmi út Kondoros-Békés Csaba közötti szakaszára a Nemzeti Közlekedési Hatóság. Így ősszel elkezdődhet a közbeszerzési eljárás az érintett beruházás kivitelezésére. Tájékoztatott Gajda Róbert, a Békés megyei kormányhivatalt vezető kormány megbízott. Augusztus 25-én aláírta a Nemzeti Közlekedési Hatóság az M44-es gyorsforgalmi útépítési engedélyét. Az eljárásban 400-an vettek részt, szakhatóságok, közmű, út és vasútkezelők. Az elmúlt 25-30 évben ezzel kapcsolatban az itt élő emberek nagyon sok politikai ígéretet kaptak, nagyon sok politikai ígéretet fogalmaztak meg aktuális kormányok, és most vagyunk abban a pillanatban, ezért mondhatom azt, hogy tényleg történelmi pillanat, hogy ezzel az úttal kapcsolatban nem csak ígéretek hangoznak el, hanem ennek az útnak a megépítése el fog kezdődni ebbe a politikai ciklusba. Az M44-es három szakaszban épül majd meg. A Tiszakürt és Kondoros közötti szakaszra jelenleg is zajlik a közbeszerzés. A Kondoros és Békés Csaba közötti mintegy 17 kilométeres szakasz esetében ősszel indulhat a kivitelező kiválasztása. A fejlesztés harmadik részeként a Nagykörös és Tiszakürt közötti 31 kilométeren épül majd meg a gyorsforgalmi út. Kétszer két sáv lesz, a sávok szélessége 3,5 méter lesz, 2,5 méteres középső elválasztással, 3 méteres patkával. Minden csatlakozás, minden kereszteződés külön szintű lesz, ami ugye nagyon fontos nekünk Békés megyeiek számára. A Békés Csaba Kondorosi szakaszon egy pihenőhely fog létesülni, és a vége Békés Csabán a Békés Csabai elkerülő útba fog csatlakozni. A Kondoros-Tiszakürt közötti szakaszon a legelőre haladottabbak az előkészületi munkák. Július 1-ével a közbeszerzéssel indult, pár héten belül pedig ki is hirdetik a nyertest. Így hamarosan a munkaterület átadására is sor kerülhet. Javában folynak az útfelújítások Békés Csabán. A város több pontján dolgoznak a Hódút Kft. És a Duna Aszfalt Kft. Munkatársai. Július 4-én adták át a munkaterületeket a kivitelezőnek, és július 18-án meg is kezdődtek a munkák. Ezek közül már többet át is adtak az autósoknak. A Kistabán utcában éppen az útpatkát szedik fel, a hétvégén pedig már az aszfaltozást is elvégzik a kivitelezők. Örülök neki, hogy megcsinálják az utakat, nagyon ráfér egy-két útra, de reméljük, hogy úgy csinálják meg, hogy nem évente, két évente kell majd újítgatni, mert elég hamar kátyúsodnak. Ez az utca is nagyon rossz volt, és a kátyúk miatt is a gumik is rongálódtak, úgyhogy én örülök neki, hogy felújítják az utcákat. A város több utcájában is lemarták már az útburkolatot, azóta a szegély javítása, illetve építése zajlik. Elkészült útszakaszról beszélhetünk a Hálajos téren, a Kőris utcában, a Rezeta utcában, a Szabó Pál téren, a Kőműves Kelemánsor is elkészült, Pásztor utca is elkészült, a Szőlő utca, Dr. Petényi László utcában is az aszfaltozást végrehajtotta már a vállalkozó, illetve a Kálvin utcában is befejeződtek az aszfaltozási munkálatok. Az aszfaltozás ugyan megtörtént, de a befejező munkálatok csak ezután kezdődnek. A végleges átadás szeptember végére tehető. Addig arra kérik a lakosságot, hogy autójukat ne hagyják az utcákon, főleg azokon a szakaszokon, ahol a munkálatok már elkezdődtek. Augusztus végéig Békés Csaba önkormányzata a Modern Városok programban szereplő fejlesztések közül 4-re adott be fejlesztési terveket az érintett minisztériumoknak. Szarvas Péter polgármester az M44-es gyorsforgalmi útról, a Weinheim kastélyokat összekötő kerékpárútról, a Csaba parkot és a sportinfrastruktúrát érintő fejlesztésekről beszélt csütörtöki sajtótájékoztatóján. De a történelmi léptékben tekintjük azokat a nagyvárosi fejlesztési programokat, amelyek most Soprontól Békés Csabáig majd megvalósulnak, és majd Szegedtől Salgótarjánig, akkor azt mondhatom, hogy nem volt olyan időszak Magyarország történetében, amikor ennyi nagyváros egyszerre ilyen léptékben tudott volna fejlődni. Ide vállalom bátran szavaimat, még a kiegyezés utáni időszakot is ideértve.
A kormány 2015-ben indította el a nagyvárosok hosszú távú fejlesztési tervét, Orbán Viktor miniszterelnök pedig április 26-án járt Békés Csabán és állapodott meg a több mint 30 milliárd értékű fejlesztésről. A Modern Városok program már tavaly elkezdődött Békés Csabán, amikor rossz állapotban lévő utak felújítására 2 milliárd forintot különített el a kormány. Ezek a munkálatok várhatóan októberben fejeződnek be. Az önkormányzatnak augusztus végéig 4 fejlesztési tervet kellett beadni az érintett minisztériumoknak. Szarvas Péter polgármester a városi sportcsarnoknál megtartott sajtótájékoztatóján elmondta, ezek közül az első, a 4 békés megyei Wenckheim kastélyt összekötő, mintegy 20 kilométeres turisztikai kerékpárút kialakítását tartalmazza. A városvezető hangsúlyozta, a második projektben a csalapark bővítése szerepel. A tervek szerint kalandparkkal és csónakázótóval várják majd a családokat. A harmadik csomagban a sportinfrastruktúrát érintő fejlesztések kaptak helyet. A jelenlegi sportcsarnok belső felújítása és a sportcsarnok mögötti telken egy új sportcsarnok megépítéséről szól. Itt elkészítettük a fejlesztési tervet, határidőre benyújtottuk, konzultáltam is személyesen államtitkárasszonnyal, és bizakodó vagyok a tekintetben, hogy ezek a fejlesztések, mint az összes többi, az elkövetkező időszakban konkrét fejlesztési forrást kap. A negyedik projekt az M44-es gyorssorgalmi út előkészítése volt, amelyben a város is részt vett. A polgármester szerint az M44-es út megépítése soha nem látott közelségben van. A Modern Városok programban szereplő további fejlesztések tervei is készülnek. A következőket szeptember végéig kell kidolgozniuk a munkacsoportoknak. 20 szakmában van szakember hiány Békés megyében. A korábban nem túl népszerű gépi forgácsolónak már viszonylag sokan tanulnak, de bádogosra, épületszerkezetlakatosra, szakácsra, felszolgálóra szinte mindenhol égető szükség van. Éppen ezért ösztöndíjat kapnak a diákok. Békés megyében 20 hiány szakmát tartanak nyilván, ebből 17-et a Békés Csabai Szakképzési Centrum oktat. Hogy a diákok fantáziát lássanak egy-egy hivatásban, azt a Szabó Ki Adolf ösztöndíjprogrammal segítik elő. Meghatározott hiány szakmás képzéseinkre, amikor jelentkeznek és felvételt nyernek az adott tagiskolánkba, ők jogosultak már szeptembertől ezekre a hiány szakmás ösztöndíjakra, majd fél évkor mi megnézzük a tanulmányi átlagokat, mivel a jogszabály ezt előírja, és tanulmányi átlag alapján kapják tovább az ösztöndíjakat. Szakközépiskola esetén ez lehet akár 35 ezer forint, megfelelő tanulmányi átlag esetén, szakgimnáziumi szakképzési évfolyamokon pedig akár 50 ezer forint is lehet. Az ösztöndíjprogramnak köszönhetően hirtelen megugrott a hiány szakmákat tanulók száma. Mint Malatyinszky Péter elmondta, korábban a gépi forgácsolóból nem volt elég, legutóbb viszont már másfél osztályi diákot iskoláztak be. Bádogosra, épületszerkezet lakatosra és festőre viszont továbbra is nagy szükség van, ahogyan jó szakácsot és pincért is mindig keresnek. Itt a jövedelem nagy része a borravalóból jön össze. Egy nagy része még mindig a borravalóra épül, legalábbis a pincereknél. Míg a szakácsoknál a kezdő minimálbértől kezdve a 300 ezer forint havi nettó fizetéség is terjed. Főleg most azzal, hogy akik mesterek lettek és áldoztak szabadidejükből és anyagi forrásokat is erre, ők valószínű, hogy átlagban 300 ezer forint nettó fizetést kapnak. Pincért folyamatosan keresnek, de Magyarországon általában nem tudnak annyit fizetni, mint külföldön, így a fiatalok elmennek. Sok mindenki mondja, hogy az itthoni fizetésből meg lehet élni. Ezt mondjuk ki, ez nem igaz. Egy pincének az átlagkeresete 100-150 ezer forint, ami végül csak arra elég, hogy a számlákat, a lakbért, illetve a mindennapi megélhetést tudja fizetni. Félretenni egyáltalán nem lehet belőle, és így mind a családalapítás, mind a jövőtervezése teljesen lehetetlen. A legtöbben viszont nem hosszú távon szeretnének külföldre menni, hanem itthon képzelik el jövőjüket. Még drágában hódolhatnak szenvedélyüknek a dohányosok szeptember 1-től, ugyanis tovább nőtt a dohánytermékek jövedéki adója. Az erről szóló törvényt júniusban fogadta el a parlament. A kormányzati ciklus legnagyobb jelentőségű adótörvényének nevezte májusban Tálai András államtitkár azt a mintegy 260 paragrafusból álló törvénymódosítást, ami többek között a jövedéki adó mértékével is foglalkozott. Ebben a javaslatcsomagban a dohánytermékeket érintő adóemelések is helyet kaptak. Az Európai Unió előírása miatt a dohánytermékek jövedéki adóját a 2017. december 31-én lejáró derogáció miatt tovább szükséges emelni, így három lépésben
meg fog történni a dohány jövedéki termékek adóemelése. Még mintegy 29%-os adóemelést kell elérni 17. december 31-ig. Ennek első lépése egyenlő arányban fog történni. 2016. szeptember 1-én meg fog történni a törvényjavaslat értelmében. A legtöbb esetben egyelőre csak az adó minimumát emelték. A cigaretta adója továbbra is 1000 daraponként 15.700 forint és a kiskereskedelmi eladási ár 25%-a, de legalább 28.400 forint a korábbi 28.000 helyett. A szivar és szivarka adója továbbra is a kiskereskedelmi ár 14%-a, de az 1000 darabonkénti adó a korábbi legalább 4000 forintról legalább 4060 forintra nő. A finomra vágott és egyéb fogyasztási dohány adója a jelenlegi kilogrammonkénti 14000 forintról 15100 forintra emelkedik. Ha a kereskedők a megnövekedett adót tovább hárítják a vevők felé, ez a dohánytermékek drágulását eredményezi. A tapasztalatok szerint ez akár csökkentheti a fogyasztási kedvet is. Aki eddig dohányzott, az ezután is fog, mert én úgy gondolom, hogy ezek az elrettentő képek, amik a cigis dobozokon van, ez sem igazán szorította vissza a vásárlókat, inkább az ára a cigarettáknak, ami inkább elrettentő. A dohánytermékekre 2017-től az alkoholos italokhoz hasonlóan zárjegy kerül, illetve az e-cigaretta is bekerül a jövedéki termékek körébe. Új termékkel bővül az a gasztronómiai paletta, amit Szarvason állítanak elő. A szárnyas felvágottak és a mozzarella mellett évtizedek óta készítenek szilvapálinkát is a településen, ám az hivatalosan forgalmazható termékét csak a közelmúltban megszületett összefogásnak köszönhetően vált. Az itallal a következő hetekben ismerkedhet meg a nagy közönség. Különleges pálinka kerülhet a pohárába annak, aki ellátogat az idei szilvanapokon Szarvasra. Ezen a rendezvényen mutatkozik be ugyanis a város új büszkesége, a szarvasi szilva pálinka. A forgalmazó úgy fogalmazott, a pálinka a legmagyarabb ital, a szilva pedig a legszarvasibb pálinka. Ez több, mint egy üveg pálinka. Ez a helyi embereknek az összefogásáról szól. Természetesen van rajta egy tisztességes ár is, hiszen a vállalkozásnak működnie kell, fenn kell maradni, de ez nem az a termék, amelyiken a cégünknek a profitját szeretném megtermelni. Ez annál több egy picit. Az összefogást mutatja, hogy a termelési folyamat szinte teljes egészében helyi szereplők kezemunkáját dicséri. Az alapanyagot szolgáltató családi vállalkozás 2010 óta működik. Nagyon örültem ennek a felkérésnek, és nagyon örültem ennek az egész összefogásnak, együttműködésnek, aminek végre meg lett a gyümölcse. A város vezetői bíznak abban, hogy a pálinka a többi jól ismert helyi termékkel együtt hozzájárul majd a település jó hírének öregbítéséhez. A szilvapálinkánkkal pedig most a többi Békés megyei kitűnő szilvapálinkával csatlakoztunk, de ez egy szarvasi pálinka, amely szarvasi szilvából készült, és a nagy hozzáértéssel, összefogással termékké tudott válni, piacképes termékké. Az italt a szilvanapokon kóstolhatja meg hivatalosan először a nagy közönség. A szilvanapon 12 vendéglátó, 16 standal lesz kint, ahol megkóstolhatják kimért formában is, de hazavihetik ajándékként is. Tehát az egyik legnagyobb reklámja a jövő héten kezdődő szeptember 9-10-11-ére tervezett szarvasi szilvanapok keretében zajlik majd. A fesztivál után egyelőre csak a környékben, a boltok polcain is találkozhatnak majd a vásárlók a szarvasi szilva pálinkával, amihez a forgalmazó szerint a prémium minőséghez képest kedvező áron juthatnak hozzá. Érsekújvár lesz a 20. Csabai Kolbász Fesztivál díszvendége idén októberben. A Csemadok Érsekújvári Alapszervezet pénteken Békés Csabára látogatott a részleteket megbeszélni. A szervezet elnöke elmondta, a kultúrán és a gasztronómián túl a két várost számos egyéb szál is összeköti. Több Békés Csabai családot a felvidéki Érsekújvárba telepítették ki, és több érsekújvári család lakik a mai napig Békés Csabán. A díszvendégek úgy tartják, a Csabai Kolbásznál nem lehet jobbat készíteni, ennek ellenére kísérleteznek. Érsekújváron immár 12 éve tartanak kolbászfesztivált, igaz ez csak tized akkora, mint a Békés Csabai rendezvény, amit több százezer látogatót vonz. Ismerjük Békés Csaba gasztronómiai ellátását, de szeretnénk
a mi embereinknek, Érsekújvárnak és a Békéscsabának is kölcsönösen turisztikai szempontból is bemutatni ezt a két várost, hogy ez ne csak gasztronómia úton, hanem turisztikai módon is ismeri váljon, megismerjük egymás kirándulási lehetőségeit, történelmit, hagyományait. Csak úgy, mint a tavaly idén is a hercegasszony birtokat helyett a Miss Alpok Adria felkészítő táborának. A 12 döntős hölgyet két napon keresztül profi szakmai stáb koreográfus készíti fel a jövő hét szombati Miss Alpok Adria Békés megye szépe királynő választásra, amit Szarvason rendeznek meg a Vízi Színházban. Még a koreográfiát tanulják Békés megye legszebb hölgyei. A felkészítő táborban nem csak arról szerezhetnek ismereteket, hogyan legyen a mozgásuk tökéletes összhangban, mennyit mosolyogjanak, hogyan sétáljanak a színpadon, hanem kommunikációs tréningben is részesülnek. Úgy tűnik, nem csak a bizonyítási vágy és az első helyezés motiválja őket. Hát, ha megtalálna valami modellügynökség. Van olyan fiatal hölgy az indulók között, aki szintén nyert már versenyt, így nem lesz számára idegen a terep. Az első helyezésnek örülnék a legjobban. A taktika, amit be fogok vetni, az most is a nagy mosoly lesz. Akár a hétköznapi életben is követendő példa lehet az, ahogyan a hölgyek viszonyulnak ez a versenyhez és önmagukhoz. Ez önbizalom nélkül nem fog menni. Hogyha belül szépnek érzed magad, magabiztos vagy, akkor kívül is az leszel, akárhogy nézel ki. A Miss Alpok Adria szépségverseny egy nemzetközi hírű rendezvény, ami 7 országban zajlik. Ez egyben a Békés megye szépe döntő, amit idén Szarvason, a Szilvanapok keretén belül hív életre a Szépet a Színpadra Egyesület. Az biztos, hogy a mi egyesületünk nagyon figyel arra, hogy nagyon nívós produkciót tudjunk életre hívni. Azt érdemes tudni a kedves nézőknek, hogy egy 2 órás gálaműsor keretén belül lesz majd megrendezve a döntő a Szarvasi Vízi Színpadon, táncosokkal, énekesekkel, és ami egy érdekesség, hogy itt lesz velünk a zsűriben Hódi Pamela. Szeptember 10-én este 7 órától várja a nagy közönséget az Egyesület a Miss Alpok Adria Békés megye szépe döntővel Szarvason a Vízi Színház színpadán. Ez volt már a Híradó, további híreinket és videóinkat a behír.hu internetes oldalon találják meg. Amennyiben tehetik, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!